Három éve alakult a Végardói Nyugdíjas Klub. Azóta rendszeresen szerveznek programokat a tagok, szinte hetente összejárnak. Erről tanúskodott az évzáró vacsora is. Hetente járunk gyógytornára, és hát a zömével a végén majdnem mindig klubnap jön is ki. Jól érezzük magunkat, a kulturális és a korunknak megfelelő sportrendezvényekkel mindig részt veszünk. Én azt gondolom, hogy a klubnak itt most látszott, hogy összetartó. 19-en voltunk alapító tagok, most 33-an vagyunk. Az év utolsó közös eseményén részt vett a város polgármestere is, aki néhány szóban értékelte az ehhez hasonló közösségek szerepét. A gazdasági válság rengeteg rossz mellett talán egy pozitívumot hozott, az, hogy a közösségeket erősíti. Erre kitűnő példa ez a klub, amely olyan nagyon régi múltra nem tekint vissza, ám annál látványosabban erősíti a közösséget. Látható, hogy nem csak vacsorára, évi egyszeri beszámolóra szoktak összejönni, hanem valamennyi névnapot, valamennyi születésnapot, valamennyi alkalmat megragadnak, hogy egy kicsit együtt lehessenek, és nekem külön tetszett a sportfoglalkozás. A gyógytorna mellett a klubtagok az idén két közös kirándulást szerveztek. 2011-es évet a Végadó Nyugdíjas Klub nagyon mozgalmasan töltötte, meghallgattuk a beszámolóját. Nem idézem fel, de minden hónapra legalább 10 nyugdíjas alkalom jutott, itt beleértve a gyógytornán keresztül, a vízitornán át a kirándulásokat, a különböző rendezvényeken való részvételt, a névnapi, születésnapi rendezvényeket, tehát nagyon pezsgő életet él. A jelenlegi rendezvény is ezt támasztotta alá, hiszen házilag készített ételekkel, süteményekkel és egy kis meglepetéssel készültek az eseményre.